Ha nyulat megettétek már, akkor nem kell a levél, ha még nem ott van. Nem kérjük azt. Nem kérjük a levelet, megették a nyulat. Tátratéri kosár egy kötetlen, piaclátogatós tartalom, ahol az elmúlt egy évben megismerkedhettünk Dodi bácsival. Dodi bácsi, osztam a listámat, hogy most mit kéne venni. Böbével, vagy Svetelinával. A sorozat karácsonyi epizódjában megtudhattuk, hogy a szegedi recept alapján készült halászlé az erzsébetiek kedvence. Ezúttal pedig megnézzük Tibivel, a Pest Erzsébet Média operatőrével, hogy mennyit változtak az árak az utóbbi egy évben itt a tátratéri piacon. Egy éve jártam itt, akkor kérdeztem, hogy mi a sláger termék, változott azóta? Mit visznek az emberek? Végül is még mindig mandarin, banán, alma, de ugye ez most olcsóbb, mint a banán, mert a banán nagyon megúszott az energiaára. Vagy van olyan, ami többbe került? Egy olyan durván olyan 40-50%. És látszik a keresleten is? Kevesebbet vásárolnak az emberek? Összegre körülbelül ugyanannyi, de viszont mennyisége kevesebb. Max egy 10%-os áremelés. A piacon mindig az árak viszonylag kedvezőek szerint. Hogy alakul a forgalom az egy évvel ezelőttihez képest? Változott valami? Sehol sem tart. Változott valami negatív irányban. De kevesebbet vásárolnak az emberek? De kevesebben is vásárolnak. Aha. Ez ugyanannyit költenek, csak kevesebbet kapnak? Értem. Hát mondhatnám így is, igen. De ez miattad van, nem? Nem. Mi mindent megteszünk szerint. Azért ez mégiscsak egy optimista műsor, szóval kezdjük egy jó hírrel. Aki a nyári élményekre vágyna, az már vásárolhat sárga és görög dinnyét is, sőt a tavalyi 1400 forintos árához képest valamivel olcsóbban. Ott jártunk, akkor 1000-1280 forintos áron mérték a szeletelt dinnyéket. Kártyával szeretnék. Uno kártyám van. 2022. április közepén sertéstarját és karajt 1900 forintos áron találtunk. Ez az idei húsvétra 2100 forintra drágult, igaz karácsonykor volt ez drágább is, és persze standonként ez változik. Tavaly még 2450 forintos prémium csirkemellhez illő prémium ár már a normalizálódott, prémium felirat nélkül is elkérnek érte ennyit. Igaz, néhány standon 1990 forintért is találtunk csirkemellet. Mennyibe kerül? 9600. Olyan családiasabb volt a hangulat. Most, hogy fölemelték ezt az árakat, ilyen magas lett az árfolyam, talán ennek is az oka ez az egész dolog, nem? Érezhetően magasabbak az árak? Nagyon, borzalmas. Hát nem ennyi volt korábban, szóval a fele árban meg lehetett kapni mindent. A húsvét sláger terméke ezúttal is a retek volt, ami 2022-ben is, idén is 200 és 350 forintos áron talált gazdára, néhány standon minőségi vagy talán nagyobb csomagban 450 forintért is lehetett vásárolni belőle. Ilyenkor az év ebben a szakában a vöröshagyma, sárgarépa és a burgonya ára is egy ársávban mozog. Amíg tavaly ez 250-320 forint volt kilónként, ezúttal 4-600 forint körül áron kerestek gazdát a magyar konyha alapjául szolgáló zöldségfélék. Alapvetően elmondható, hogy az olló is kinyílt, és bár lehet találni nagyon olcsón, akár tavalyi ár alatti zöldséget, fontos, hogy aki ezekből vásárol, tudja, hogy mit vesz, nehogy csalódás érje majd otthon. Itt vannak a tojások, nem nagyon változott az árak barátságunkra. Az első kosár epizódban látott 33-55 forintos tojás árának már rég búcsút inthettünk, hiszen az már az őszi epizód forgatásakor is 88 forintra drágult. Idén ez tovább 90 forintra emelkedett. Köszönöm! Egy kiló kenyeret szeretnék kérni, szeletelve, igen, és kártyával szeretnék kérni. Hátra maradt a fekete leves, vagy inkább a fehér, abból is a kenyér. A Kabai Pékség standján mindig nagyon finom kenyér kapható, a tavalyi 510 forintos ár helyett ezúttal már 1000 forint szerepelt az ártáblán. Amihez, ha szeletelve kérjük, további 40 forintot kellett fizetni 2023. április közepén a tátratéri piacon.